Nem csak a jelent, hanem a jövőt is formálni szeretnék. Egy 2019 óta zajló folyamat végére ért a Mátészalkai Szakképzési Centrum, amely egyben kezdetet is jelent, ugyanis a térség két meghatározó technikumának fejlesztése indul meg hamarosan. A Mátészalkai Gépészeti Technikum és Kollégium és a Nagykálói Budai Nagyantal Technikum épületeit korszerűsítik és bővítik Európai Uniós forrásból, mondta a Centrum kancellária a projekt nyitó rendezvényén Máté -Szalkán. Egy 7,56 milliárdos fejlesztési pályázatban vettünk részt, illetve ennyit nyertünk a RRF 222-es pályázati program keretében, amely magában foglal építési beruházásokat, eszközfejlesztéseket, illetve olyan szakmai fejlesztéseket, amelyek a 21. századi szakképzés fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Konkrétan ez azt jelenti, hogy Máté Szalkán a gépészeti technikumban egy több mint 1000 négyzetméteres fejlesztés, a tanműhely fölé egy öntartó szerkezettel egy tetőteret fogunk építeni, illetve egy közel 600 négyzetméteres önálló épület is elkészítésre kerül. Nagykálóban a Budai Nagy Antal Technikumban pedig egy 160 férőhelyes kollégiummal 1600 négyzetméter fölötti közösségi térrel fog bűvölni az ingatlan rendszer. Mindezeken felül még több milliós eszköz és egyéb fejlesztések is meg fognak valósulni az intézményekben. A sikeres magyar gazdaság, a sikeres magyar szakképzés, felsőoktatás, felnőtt képzés egy irányba visz minket. Egy irányba visz minket, ezért, éppen ezért indítottuk el a 21. századi szakképzőiskola programunkat, ami azt jelenti, hogy 96 milliárd forrás áll rendelkezésre szakképző intézményeink megújítására. 31 szakképző, 34 helyszín, 96 milliárd, na és ebből 7,5 milliárd forint a Máté Szalkai Szakképzőcentrumban áll rendelkezésre, amely mind Nagykálon, mind itt Máté Szalkán lehetőséged arra, ad arra, új infrastruktúra, kollégium, és még inkább a gazdaság igényeire tudunk nyitni a duális, gyakorlatorientált, megújult magyar szakképzésben. A megújult szakképzés sikerét jelenti, hogy ma a nyolcadik után tízből hatan a szakképző intézményeket választják. Az elmúlt években több mint 70%-kal nőtt a szakképzésből felsőoktatásba felvettek száma. Kifejezetten azokon a területeken, melyek fontosak a gazdaság számára a műszaki, a mérnöki és az informatikai szektorokban. A legfontosabb az, hogy legyen meg az a funkció, ami miatt fejlesztünk. Ez jelen esetben ugye a minőségi szakképzés feltételrendszerének megteremtéséhez szükséges. Ugye egyértelmű, hogy ha azt akarjuk, hogy a szakképzés betöltse a funkcióját, és elégedetten dolgozzanak ott a tanárok, megfelelő minőségű oktatásra képes tanárok, olyan diákok, akik egyébként tanulni akarnak, és a lehető legtöbbet akarják kihozni, akkor ezekhez elengedhetetlen az, hogy a az épített környezet is megfelelő minőségű legyen, és azok az eszközök, azok a korszerű eszközök rendelkezésre álljanak, amikkel egyébként a szakképzés valóban megvalósítható. Szóval a legfontosabb, hogyha jól felszerelt iskolákba, megfelelő környezetben csináljuk ezt, az vonzó lesz a fiatalok előtt, és olyan szakemberek kibocsátására lesz alkalmas, akikre a magyar gazdaságnak szüksége van. A Máté szakai Szakképzési Centrum a fiatalok visszajelzése alapján 4,1-es értékelést kapott az 1 5-ig terjedő skálán. Ez pont két tizeddel magasabb, mint az átlagos értékelés szokott lenni. Azaz nem csak az épületi infrastruktúra és a képzési rendszer fejlődik, de a fiatalok szeretetét is elnyerte a szakképző centrum.